A himnusz dallamai tették ünnepélyessé azt a pillanatot, amikor a megválasztott körzetes képviselők, valamint a megválasztott polgármester átveszi a helyi választási bizottság elnökétől a megbízó levelet. Ez lesz az a csapat, akiknek tagjai az októberben alakuló székesfehérvári közgyűlés tagjai lesznek. Pallos István azt mondja, a választási eredmények jogerőre emelkedtek, és városunkból nem érkezett jogorvoslati kérelem, nem volt szükség a szavazatok újra számlálására sem. Székesfehérvárot nem került erre sor, tehát annak rendje és módja szerint a szavazatszámláló bizottságok által számolt szavazatok, illetőleg a nemzetiségek tekintetében ugye a választási bizottság számolta a szavazatokat. Ezeknek az eredményét megállapító határozatok jogerőre emelkedtek, tehát nem volt olyan jogorvoslat, és újra számlálásra sem került sor, viszonylag tisztán és rendezetten zajlottak ilyen tekintetben is a választások. Székesfehérvár jelenlegi és megválasztott polgármestere hangsúlyozza, nagy volt a részvételi arány a választásokon, és nagy arányú győzelmet is arattak. Ez a társadalmi támogatottság pedig nagy felelősséget ró rá, valamint a frissen megválasztott képviselőkre egyaránt. Az új testület majd október 1-ét követően tartja meg az alakuló közgyűlését, de valójában a lényeg mégsem változik. Kaptunk egy nagyon nagy bizalmat, ehhez egy nagy felelősség is jár, igyekszünk ennek megfelelni, élni ezzel a lehetőséggel úgy, hogy a fehérvárek azt érezhessék a következő esztendőkben is, hogy értük történnek a dolgok ebben a városban. Délután a helyi nemzetiségi önkormányzatok megválasztott tagjai is átvették megbízó levelüket a helyi választási bizottság elnökétől. Végül, de nem utolsó sorban a kompenzációs listáról bejutott képviselők kapták meg hivatalosan is mandátumukat. A székesfehérvári közgyűlésben összesen 20 képviselő dolgozik majd, közülük ők 6-an nem képviselnek körzetet.